Köszöntöm Önöket, ez a Stopper, a Hír TV sportmagazinja. A nagy utazás. Hegyek, völgyek között zakatol a vonat. Irány Bukarest. A jelszó. Ria! Ria! Hungária! Ria! Ria! Hungária! Hangorkán és félelmetes szurkolói buzdítás a Puskás Ferenc stadion előtt 2013. március 22-én. A zárt kapus magyar-román világbajnoki selejtezőn az UEFA eltiltása miatt csak a stadionon kívül buzdíthatták a nemzeti együttest a drukkerek. Ott viszont megtették több ezren. Azt mindenki tudta, a románok elleni visszavágó nem csak presztízs csata lesz, hanem a világbajnoki selejtező csoport második helyéről is dönthet. A szeptember 6-ai bukaresti VB selejtező fogalom lett, nem csak a szurkolók körében. Én úgy érzem most, hogy az életemben ennyire mérkőzést nem vártam meg, ennyire még nem izgultam, hát készülni nem tudok rá, csak várni tudom. Győznünk kell, ha nem győznénk, akkor sem menne el a hajó még teljesen, de minimálisra csökkenne az esélyünk, hogy kikerüljünk Brazíliába. Egy tippre vállalkozik elnök úr? Egy tippre? Én azt gondolom, hogy nyerni fogunk. A magyar csapat is egyértelmű célkitűzésként fogalmazta meg, Bukarestben győzni kell. Király Gábor korábban kétszer, 1999-ben és 2001-ben is védte a magyar válogatott kapuját tétmérkőzésen a román fővárosban. Engem minden mérkőzésen kövekkel dobáltak az egész 90 perc alatt, tehát nem volt igazából egy nyugodt pillanat se. Hát nem szeretettel fogadtak minket. Nekünk nem szabad megijedni semmitől, hiszen igaz, hogy ez több lesz, mint egy mérkőzés, hiszen azért mindenki tudja, hogy ez nem csak egy selejtezőről szól, hanem itt sokkal több mindenről, és hát eredményt kell hozni, eredményt kell produkálni. Az biztos, hogy sok játékos még ilyen hangulattal nem találkozott. Tehát sokan nem tudják szerintem, hogy ott mi vár ránk. Király a meccs előtt még azt mondta, úgy akarnak játszani, hogy a szurkolók is elégedettek legyenek. Nekem az első és legfontosabb, hogy a magyar szurkolóknak ne essen bajuk. Tehát ez a legfontosabb. A másik az, hogy olyan teljesítményt nyújtson a csapat, hogy a szurkoló azt mondja, hogy igen, ezért megérte kijönni, és ezzel a tudattal is lépünk fel a pályára, tehát ez is erőt ad nekünk. És hát természetesen 3 pontért utazunk. A szurkolók pedig, ahogy ígérték, szintén utaztak. Voltak, akik autókkal vagy buszokkal vágtak neki a nagy útnak. A magyar szurkolói különítmény nagy része azonban vonatozott. A túrát a magyar labdarúgó válogatott hivatalos szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade szervezte. A sorsdöntő találkozó előestéjén 880 drukker gyülekezett Budapesten a keleti pályaudvaron. Bukarestbe! Mindenki! Bukarestbe! A drukkerek már Budapesten megalapozták a hangulatot. A szurkolói vonat zsúfolásig megtelt. A drukkerek a himnuszt énekelve búcsúztak. Az aranycsapat mozdony és vele együtt a szerelvény este 8 óra 10 perckor indult el a nagy utazásra, a Stopper stábjával a fedélzeten.
Ez egy közel két éves munkának az eredménye, hát azt, hogy most el tudtunk indulni, és lassan átlépjük a határt, és tehát ez elég megfeszített két év volt, de összejött és sikerült. Hát ez abszolút mindig presztízs, ez egy egyértelmű, de hát igazából ezt mindenki tudja jól, hogy a presztízsen fölül áll, ez azért, ennek azért történő jelentőség is van, úgy mint az utazásnak is, hogy ugyebár nem indult még válogatott mérkőzés egy külön vonat. Bár valóban egy országot tartott lázban a román-magyar, a túra szervezőinek Kis Péternek volt némi hiányérzete. Ja, most megnézzük a jegyeladást, hogy mennyi jegy fogyott el Magyarországon, tehát 5000 jegyet adtak, nagyon baráti áron, elfogyott 2700 jegy, tehát ez egy országos szinten szerintem igazából jóval alulmúlta a várakozásokat, mert úgy gondoltam, hogy legalább lesz ki 4-5000 magyar, ennek csak 2700-an vannak kint, közel ilyen 1300-an fogunk kigördülni, ugyebár az erdélyekkel együtt. Úgy gondolom, az jóval kevesebben utazunk, mint amennyivel számoltunk alapjáraton. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! Abban minden szurkoló egyetértett. Egy román-magyar párharc nem csak egy meccs a sok közül. Többen is külföldi munkát feladva érkeztek a meccsre. Tegnap előtt érkeztem az a Londonból munkából. Nagyjából így tulajdonképpen megkockáztatom azt, hogy összevesztem tulajdonképpen a fél menedzsmentet csak azért, hogy itt lehessek ezen a mérkőzésen. Valaki színházba jár, valaki prostituáltakra költi el a pénzét, valaki bekokainóz a szédelek klubokban. Én szeretem a csapatomat támogatni a barátaimmal és bárhova elmenni értük. Ez egy olyan szenvedély, amit ha nem vagy benne, nem fogsz tudni megérteni. Ha pedig az ellenfél Románia, mindez hatványozottan igaz. Ugye nem kell mondanom, hogy hatalmas az ellentét a két nép között, és ez azért ad egy plusz pikantériát ennek a mérkőzésnek is. Csak egyetlen egy góllal nyerjünk, és én vagyok a világ legboldogabb embere. És mire számítasz mondjuk a fogadtatás terén, tehát hogy milyen hangulat lesz Bukarestben, hogyan fogadnak titeket szurkolókat a románok? Természetesen barátságosan fognak fogadni, meginvitálnak minket a mérkőzés előtt ebédelni sörre. Biztos, hogy egy pokol lesz, bocsánat a kifejezésért. Hungária! Ahogy közeledett a végállomás, a hangulat is fokozódott. Alig pár órája voltunk úton, amikor az előre tervezett szolnoki, Békés Csabai és Brassói megálló közül megérkeztünk az elsőhöz. Itt újabb szurkolókkal bővült az amúgy sem kis létszámú Drukker had. A hangulathoz szinte az összes magyar ultracsoport hozzájárult. Azt pedig a főszervező Kis Péter is kiemelte, hogy azok a drukkerek, akik elindultak a közös utazásra, klubhovatartozástól függetlenül fogtak össze. Itt sok klubcsoport is szerepel, és inkább ők próbálnak egységet kovácsolni, és akkor inkább mi rásegítünk, de igazából úgymond így külön így nem készülünk semmivel, mert most inkább az egység a fontos, és nem pedig az, hogy valaki készüljön valamivel. A meccsláz mellett tehát a szurkolói összefogás volt az, ami leginkább jellemezte az utat. A románokkal meg úgy, hogy mi úgy vagyunk velük, hogy nem felejtünk. Többről szól ez a meccs most, mint egy mondjuk világbajnoki selejtező csoport második helyéről? Persze, hogy több. Ez egyértelmű. Nem háborúzni megyünk, de igenis azért megyünk a Bukarestbe 2800-an, hogy igenis azt megmutassuk, hogy itt vagyunk, és hogy a magyarokat nem lehet elnyomni. Eltűntek az inkák, eltűntek a spártiak, a magyarok itt vannak már több mint 1000 éve. És itt is leszünk még több tízezer évig. És végre rátérve a magyar válogatottra, hogy bízunk bennük. Most látunk olyan lehetőséget, hogy igen, talán valami elindul. Nagyon bízunk bennük. A szurkolók bizalmának legnagyobb jele éppen az volt, hogy nagyságrendekkel többen vállalták a túrát Bukarestben, mint az előző években lejátszott románok elleni idegenbeli mérkőzések bármelyikére. Mindenki abban bízott, hogy sikerülhet az, ami 1958 óta nem. A magyar válogatott ilyen támogatással talán győzhet az ősi ellenfél otthonában. Itt a barátok összejöttek, azok az emberek, akiket érdekel ez a dolog, és most ez a 14 óra út, ez mindent megér. Ez most, ami most történik, ez a legjobb dolog. Nekünk nagyon sokat jelent.
és ezért vagyunk itt. Igazából könyörögni kellett otthon, hogy eljöjjünk erre a túrára. Barta László nem csak a mérkőzés rangja miatt volt magyar címerrel díszített póló. Válogatott szinten atletizál a mai napig is, így ő is tudja, mit jelent, ha több ezren buzdítják a csapatot a lelátón. Én sportolóként mondom, én nekem volt, Európa-bajnokságon volt Debrecenben 2007-ben. Én tudom, hogy ott értük el a legjobb eredményünket a váltóval, és az azért volt, mert hazai pályán voltunk, és a szurkolók nyomtak minket. Tehát én azt akarom, hogy amit én akkor éreztem, a srácok a pályán ugyanezt érezzék. A történelmi túra főszervezője Kis Péter is bizakodó volt. Hát én mindenféleképpen győzelmet várok, de attól függetlenül egy X-nek és egy olyan játéknak ő nagyon örülnék, ami Pesten volt. Mert úgy játszunk, mint Pesten, akkor azt mondom, nincs szényelkezve a bármi az eredmény. A meccs napján hajnali 1 óra előtt mintegy 10 perccel a szerelvény átlépte a határt. Lökösházánál a személyi okmányok ellenőrzése a tervezetnél több időt vett igénybe, emiatt pedig csak 50 perces késéssel folytatódott az utazás. Egyébként a határon is voltak felszállók, a román csendőrség emberei, akik Bukarestig kísérték a szurkolókat. Többségük jól beszélt magyarul. A határátlépés után a vonat további kísérőket is kapott. A simpályák melletti utakon gyakran rendőrautó haladt a szerelvény mellett. Néhány órával később voltak, akik már a pihenést választották. A szurkolói vonat aztán jókora késéssel érkezett meg Brassóba, ahol már nagyon várták a szerelvényt. Az erdélyi magyarok nem igazán bánták a vonat késését, azt mondták, megszokták már. Ami jön Romániába, az minden vonat késik, de jó volt a hangulat úgy, hogy nem volt unalmas. Már Brassóban nagyon-nagyon jó volt a hangulat, remélem a főváros Bukarestben, a faluban még jobb lesz. Az erdélyi szurkolók létszáma azért is megsüvegelendő, mert nem volt könnyű beszerezni a jegyeket. Magyarországon kellett megvenni a belépőket. Hát ezt szavakban Isten igazán nem lehet ezt önteni, hanem ezt itt lehet érezni ezt a meccset, mert ez több, mint meccs. Tehát ez... Ha románokat, ha megvernék, Istenem, ez egy életre szóló élmény lenne, úgyhogy élőben lássam most a stadionban, hogy 50 ezer román ottan láss, hogy kapnak ki, az maga lenne a csoda. És remélem, hogy megtörténik. A lényeg az, hogy győzünk. Ha 1-0-ra győzünk, akkor is csak a győzelem a fontos. A győzelem, a románok elleni győzelem. Ez a legfontosabb. Hajrá magyarok, hajrá Székelyföld! A brassói megálló után 19 órányi utazás végén a magyar szurkolói különvonat nagy rendőri biztosítás mellett megérkezett Bukarestbe, az északi pályaudvarra. A vonatról leszálló szurkolókat rendőrök kísérték ki a pályaudvarról, majd autóbuszokkal vitték őket a Nemzeti Stadionhoz. A pályaudvaron már kiemeltek magyar drukkereket a tömegből. Gyakorlatilag annyi volt, hogy majd egy ilyen román zászlót próbáljak vagy keresni, ennyi volt a válasza az úriembernek. Egy román zászlót keresek, és akkor majd minden rendben lesz.
Hát én úgy gondolom, hogy nem. Ezt mondta neked a készerét, aki kiemelt, hogy keres egy román zászlót? Én úgy gondolom, hogy nem lesz rendje. És mondod bármit, hogy miért vesz ki a tömegből? Gyakorlatilag nem. Bukarest belvárosában verekedés miatt már a meccs előtti éjszaka 5 magyart előállítottak. A meccs napján pedig a román főváros sétáló utcáin füstbombák és petárdák robbantak. A szurkolókat végül autóbuszokra terelték. A bukaresti Nemzeti Stadionnál tudtuk meg, hogy a buszok útja sem volt éppen zökkenőmentes. Egyszer a jobb kenyernál, amikor lassabban jöttünk, a rendőr után jött és befújt konkrétan a buszba, ami egy 20-40 centis ablakokból állt, ami, tehát az halál volt a busz. Meg kellett állnunk, sajnos ki kellett feszíteni az ajtót, hogy kapjunk egy kis levegőt, mert botrány volt, és heringek voltunk a buszon, túl sok volt minden. A stadionnál 2 úgynevezett szurkolói zóna várta a magyar drukkereket. Itt felfrissülhettek, amíg a biztonságiak beengedték őket az arénába. Ez azonban elég körülményes volt, mert a rendezők csak a nemzeti színű zászlókat és sálakat hagyták a drukkereknél. Ennek a rendezőnek például az volt a dilemmája, hogy beengedje a stadionba ezt a sálat, aminek egy részén az Árpád-sávos lobogót vélte felfedezni. De a ceglit feliratú magyar zászlót is sokáig elemezték. Természetesen a pirotechnikai eszközök is tiltó listán voltak. A szurkolók ezeket nem is vitték be a stadionba. A mérkőzés előtt a lelátón is szembe találkoztak a magyarok a román biztonságiakkal. Itt azonban már a kordonok is repültek. A rendezők helyett a csendőrök vették át az irányítást, ők pedig nem válogattak az eszközökben. Még ott sem, ahol talán indokolt lett volna. Ez a 2 magyar szurkoló ülve figyelte a pályát, amikor a bevonuló egyenruhások minden különösebb ok nélkül rájuk támadtak. A rohamrendőröknek egy másik kapunál is be kellett avatkozniuk. Ezen az oldalon ugyanis a románok verték egymást. Ez pedig már a magyar himnusz a találkozó előtt. Ennyit lehetett hallani belőle a több ezer román fügy koncertje miatt. Nem maradt el a válasz sem. A román himnusz alatt a magyar szurkolók hátat fordítottak. A kezdő sípszó előtt a hazai kemény mag sajátos történelemórát tartott. 1918 áll ezen a kiíráson. Ekkor mondta ki a gyulafehérvári nyilatkozat Erdély Egyesül Romániába. A vendégszektor azonban nem csak emiatt bosszankodhatott. Guzmics Rihárd labdaeladása után már a második percben hátrányba került a magyar válogatott. Majd jött még 2 román gól. A válogatott szinte helyzet nélkül 3-0-ra kikapott. Hát sajnos nem lehet semmire fogni, nagyon nagyot hibáztam, és ezzel döntően befolyásoltam a mérkőzést. De nagyon sajnálom, nem tudom semmisíteni. Tudom, hogy ez nem ér semmi, de tényleg sajnálom. Hát én azért éreztem a csapatom végig, hogy ez a nagy hiba, ez rányomta a bélyeget a játék. Egyből kaptuk utána a második gólt, és nem tudtunk váltani. Pedig nagyon szerettük volna megnyerni ezt a mérkőzést, sajnos nem tudtuk. Frenetikus hangulat volt, nagyon parádés volt. A magyar szurkolókat tényleg nagyon sajnálom, hogy ennyien eljöttek, és pénz időt nem sajnálva útra keltek miattunk, és sajnos 3-0-ra haza kell menni, és ez nekünk se egyszerű, de valószínűleg nekik sem. Hát tényleg sajnáljuk az egész dolgot, az egész meccset. A sokkoló kezdés után nem talált magára Egervári Sándor csapata. A románok nagy lépést tettek Brazília felé, míg a magyar labdarúgó válogatottnak egy csodába illő szereplés is kevés lesz a világbajnoki szereplés kiharcolásához. Természetesen úgy gondolom, ez mindenkinek csalódás az egész országnak. Mondom, nem tudjuk már ezen változtatni sajnos. Járnak a hajó? Úgy gondolom, hogy így nem a mi kezünkben van a sorsunk. Ha Hollandiát megverik észt meg az Andorát, akkor sem a mi kezünkben van a sorsunk sajnos. Egervári Sándor szövetségi kapitány is nehezen találta a szavakat a mérkőzés után. A szakember a kötelező sajtótájékoztató után utolsóként jött ki az öltözőből a vegyes zónába. Szerettünk volna örömet okozni a szurkolóinknak is, nem csak magunknak. Ezen az estén nem volt sanszunk, nagyon korán nehéz helyzetbe hoztuk saját magunkat, egy kicsit alá játszottunk az ellenfélnek, de megpróbáltunk a mérkőzés során felzárkozni, de ebbe már több részt hagytunk a védekezésünkben, és sajnos az ellenfél kihasználta, aki
ezen az estén minden tekintetben, minden csapat részben sajnos fölénk nőtt. Szoktuk mondani, hogy ez azért egy komoly pokol egy futbolistának. Nyilván ez is hozzájárult, ez a fajta lélektani hadviselés, amit folyt a csapat körül. Sajnos ebbe belehibázott nagyon korán a védőnk. De csak erre fognunk, természetesen nem szabad. Azt pedig a szövetségi kapitány is elismerte, hogy dacára a mérkőzés előtti kedvező pozíciónak, a magyar labdarúgó válogatott számára egy világverseny selejtező sorozatának utolsó fordulói előtt megint az marad, ami 1986 óta mindig, a számolgatás. Ez már csak matematikai esély, de nem azt szeretnénk lemondani róla. Sajnálom. A szurkolókon ezúttal semmi nem múlt, a történelmi túra azonban hiába való volt. A végeredmény: Románia-Magyarország 3-0, 6 drukker megsérült, 16-ot kitiltottak a román stadionokból. A MÁV tájékoztatása szerint a visszaúton több milliós kár a vagonokban. A szurkolók szomorúan indultak haza. Bukarestben valószínűleg nem csak a magyar vonat, hanem a hajó is elment. Stoppert, a Hír TV sportmagazinját látták, legközelebb egy hét múlva találkozunk. Addig is várjuk leveleiket a stopper@hirtv.net e-mail címre. Viszontlátásra!